reggelt kívánok mindenkinek. Előveszik a mai reggelinket. Azt mondja, hogy... Szépen, ilyen gyönyörű, szép, csodálatos lazanya. Lazanya. Na. Gyönyörű. Isten kreálisan finom. Sajtos, krémes. Ma megjön az event a hideg, mínusz 6 fok volt reggel. Mínusz 6 fok volt. De érzem rajta maraús ízét egyébként. Ez nagyon rendben van. Megnézzük mondjuk az európai konyhákat, jó, biztos, hogy van mindenhol jó kaja. Ezt ne vitatjuk. De hát nekünk legjobb a magyar konyha. Ez ugye egyértelmű. A Magyarországon világhírű a magyar konyha, mert amúgy nem, de Magyarországon világhírű a magyar konyha. De ez fölött meg akarok nézni, hogy milyen konyhák vannak, mert igazán jó. Az olasz mindenképpen benne van. Mindenképpen benne van. Mi, hogyha étterembe megyünk itt Londonban, akkor vagy olasz, vagy török étterembe megyünk. A török még nagyon-nagyon finom ételeket tudok csinálni. Ott egy dolog kell vigyázni a törököknél. Desszertet ne egyél. Minél délebbre megy az ember, a sütemények vagy a desszertek annál inkább közelít a tömény cukorhoz.
igazad a törökökre, törökökre. Lejjebb meg még jobban. Az arabot pláne. Németeket, ha megnézzük, hogy milyen a konyhájuk. Ugye... Sok-sót elmondani nem lehet róla. Angolból sem. Kelet-Európában azért vannak egyébként, szóval azért a polgároknál is lehet jobbra tenni, lengyeleknél is. Ott azért úgy már jobban megoldják a módját. Edényen már régóta használom, már kinyomta az ágy a szemét, már a lámpája nem jó neki. A lámpája már nem éj. Teteje be van törve. Kicsit már el van használódva. Lassan be kell ruházni egy másikra. Ha valaki olyat ilyen edétes, az egy dologra gondolja, amikor vesz egy ilyet. Nekem az a tapasztalatom, hogy az a jó melegítő edény, amely fém
a belseje, kivehető fém edény a belseje, és nincs két részre osztva. Lényegesen mondom, mert vannak, amelyben műanyag a belső, és két részre osztva, egy köretes részre, meg egy feltétes részre. Nem tudom, a kettő miért nem mehet egybe, de hát olyan, hogy két részre osztva, aminek az a baja egyébként, kurva szar elmosni, mert a sarkokat, ma ott marad a kaja, kínlódni kell vele, míg a sarkokból az ember kiszedi a cuccot. Ez már ugye egyben van az egész edény, le van gömbölítve minden sarka, éles, stb. Nagyon könnyű elmosni ezt a fémbetéteset. A két regeszes nem olyan jó. Egyelőre ennyi. Köze nagyon nincs. De hideg van. Na kérem szépen, most az megint megkezdődik a sárdagosztás. Ez a rész volt a legjobban... a legjobban elázva. Ez a rész volt a legjobban elázva. Meg el is van. Itt építettem valamikor a gátat, hogy ne menjen el a víz arra előre. Aztán szintén szörnyű terület. Thompson, Mac. First Thompson. Tomorrow. Okay. Okay.
mocsár ez az egész, kérem szépen, mocsár. Elázott ugye valamikor régen, és a víz nem tudott még kiszáradni, mert nem voltak olyan idők, hogy kiszáradjon ennyi víz. Én fújult össze. Szerintem bajba leszünk vele. Szerintem már kell beszélni a művezetőt. Cseréljük ki az egész talajt. 100 négyzetméteren legalább. Thank you.
még hogyha kocsói orvosan mehetek. Szép nagyjából.